Jó estét kívánok, kedves nézőink! Csendes, eseménytelen időre számíthatunk a következő napokban, és a térre jellemző jegyek is szép lassan eltűnnek. Enyhébb lesz az idő, és az egyre inkább 5 fok feletti, később 10 fokhoz közeli hőmérsékletben a legtöbb helyen a hóréteg fokozatosan eltűnik a felszínről. Olvadó hó, locspocs és csöpögő jégcsapok látványa fogad majd mindenfelé minket, ami némileg azonban gátat szab az olvadás ütemének, hogy az éjszakákon azért megmarad többnyire fagypont alatt a hőmérséklet. És ami még sokáig megmarad, az a magas nyomású légköri képződmény, amely a kontinensre rátelepedett egyeduralkodó Európa időjárásában, és napok múlva is csak valószínűleg az Atlanti-óceán felett jelenik meg légörvény, amelynek frontjai Közép-Európát nem érik el. A számítások szerint a nyugati partvidéken okoz majd a hétvégén csapadékosabb időjárást ez a légörvény, a frontok pedig az anticiklon peremére szorulnak. Nedvesebb levegő alakítja az időjárást a skandináv félsziget északi felén, valamint ma még Kis-Ázsia felett Ciprus környékén volt jelentősebb csapadék, itt zivatarok is előfordultak. A múlt hétvégi és hételei csapadékmezők, kék foltok mostanra eltűntek a csapadék előrejelzési térképről, tehát hulló csapadék holnap is csak Európa peremén alakulhat ki. Viszont párásság és köd, amely egyébként a téli anticiklonra számottevő légmozgás hiánya miatt gyakran jellemző, sokfelé előfordul a szárazföldön. Az éjszakákon képződő köd néhol tartósan megmaradt, kiterjedt köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet is előfordult. Ezért nem egységesen napos az időjárás Nyugat- és Közép-Európában. Ahogyan csapadék tekintetében sincsen tél Európában, úgy a hőmérsékletek sem az igazi telet idézik. Murmanszkban, Kijevben, Moszkvában többek között jellemző volt ma is a fagypont alatti hőmérséklet, és érdekes módon délkeleten hidegebb volt, mint mondjuk Közép-Európában. Szófiából -1 fokot jelentettek, hiszen egészen odáig vonult vissza a hidegebb levegő. Máshol kevés helyen mutattak a hőmérők -1, -3 fokot, többnyire 5-8 fok volt a jellemző, a déli tájakon pedig 15 fok feletti hőmérséklet is előfordult. Holnapra a hőmérsékleti elosztásban nagyobb változás nem valószínű. A téli havas időjárást kedvelőknek ugyan nem kedvez a mostani időjárás, de vannak pozitívumai is a csendesebb időnek. Sokáig erős frontok, illetve azok hatásai viselték meg a frontokra érzékenyek szervezetét, most ezen a téren nyugalom lesz az időjárásban. Számottevő csapadékra sem kell számítani, ma is sokfelé az országban a napsütésé volt a főszerep, mint ahogyan az időkép Budapest Széchenyi hegyen elhelyezett webkamerájának felvételén is látható, a párás időt követően a napsütés került túlsúlyba. Ma felhősebb területek délkeleten és néhol a Dunántúlon fordultak elő, de alapvetően száraz időben volt részünk. A naposabb körzetekben délután 6-7 fokot is mutattak a hőmérők, és nos erről a 6-7 fokról ma estére -1, +4 fok közé hűl majd le a levegő, a hajnali órákban pedig általában fagypont alatti értékekre kell számítani, +1 és -5 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Éjszaka általában erősen felhős párás foltokban ködös idő várható, főleg a Dunától keletre sűrű köd is képződik, és bár nem ez lesz a jellemző, de nem zárható ki néhol gyenge ónosz szitálás sem. Reggel a keleti megyékben viszont már sok felé tiszta kék égre ébredhetünk, vagyis holnap hazánk keleti felén akár zavartalan napsütésben is lehet részünk, nyugat felé haladva lesz kissé több a felhő, és néhol még délelőtt is párás lesz az idő, helyenként ködös marad a levegő, aztán fokozatosan javulnak a látási viszonyok. Főleg a Dunántúlon, illetve az északi határvidéken erősen felhős vagy borult lesz az ég, de csapadék nem várható. És az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad a szél, de észak-nyugaton időnként megélénkülhet majd a déli irányú szél. A hőmérséklet holnap délután 2 és 8 fok között alakul, a holnapra várható értékek kissé magasabbak az ilyenkor elvárhatónál. A naposabb területeken valószínű 5 fok feletti csúcsérték, míg a tartósabban borongós tájakon lesz a hűvösebb. Pénteken még a Dunántúlon továbbra is több lehet a felhő, de a hétvégére országszerte már több órás napsütésben bízhat, természetesen csapadék nélkül. Igazi kiránduló időre van kilátás, és bár az éjszakákon az eddigiekhez hasonlóan 0-5 fok közötti
érték valószínű, a nappali felmelegedés viszont erősödik. A hétvégén 10 fokhoz közeli, vagy akár a feletti maximumra is van kilátás. Csendes, eseménytelen időben bízhatunk, szinte változás nélkül. Amikben azonban lehet majd változás, az az itt feltüntetett adatok, ugyanis az enyhe idő és az olvadás biztosan megviseli a síterepeket is, mindjárt mutatjuk a síterepek aktuális adatait. Azonban hazánkban és a környező országokban egyelőre még viszonylag vastag a hóréteg, éppen ezért talán még a hétvégén a síterepeket kihasználhatják, de a hétvégéig mindemellett fokozatos olvadás várható. További kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!